első blikre lehet, hogy ezt a vályokházat te lebontanád, pedig kellő szakértelemmel egy igazi otthonos hajlékká lehet alakítani, és ezt fogjuk most körbejárni Gáspár Jánossal. Tartsatok velünk! Torva Dániel bemutatja. Nagyjából 3/4 évvel ezelőtt láthattátok Jánossal a közös vályog vlogunkat, ahol egy vályog tábort kísértem végig, és arról beszéltünk, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy olyan videót is csinálni, hogyha te szeretnél megvenni egy hasonló, vagy akár ennél jobb állapotúnak tűnő vályogházat, akkor mit kéne átnézni ahhoz, hogy te biztos legyél abban, hogy megvedd, vagy felejtsd el mindörökké. Viszont nem biztos, hogy láttátok az előző vályog vlogot, úgyhogy János, be tudnád magadat pár szóban mutatni, hogy miért is hallgassunk rád? Persze. Tehát Gáspár János vagyok, vályog felépítésekkel foglalkozok, új házakkal, illetve 22 éve újítok föl vályogházakat. Több mint 200 vályogházat újítottam már föl az ország egész területén. Tehát elég sokfajta helyzettel találkoztam, sokfajta épülettel, sokféle anyaggal. Volt egy alaptapasztalatom, amit még az idős mesterektől megtanultam, és ugye ott az országban jártam a Keltembe, hozzá tudtam még tenni a saját dolgaimat, és akkor így elég nagy, tehát tudom azt, hogy mire kell figyelni egy vályogháznál, mire nem, mi az, ami probléma, amit mások nem gondolnának annak, de van ennek a fordított oldal is, és ezt megpróbálom most itt bemutatni, hogy mik azok az alap dolgok, amikor áll vagy bukik egy ház sorsa. Tehát, hogy felújítható, vagy pedig mindenképpen bontásra ítélt. Ez például első ránézésre úgy tűnik, mint a bontásra ítélt lenne, pedig közel se, de meg fogom mutatni, hogy még miatt. Akkor nézzük meg kívülről, hogy mikre kéne odafigyelni, hogyha egy ilyen ingatlanak a megvásárlásában gondolkozik valaki. Jó, nézzük. Hát itt nagyon első ránézésre rögtön szembe tűnő, laikus szemmel is, hogy a háznak egy része ledőlt. Ez egy utólag hozzá, tehát az eredeti része az volt, ez egy utólag hozzáépítés volt, viszont az is jól látszik, hogy nem voltak összekötve, tehát csak mellé építve volt, és megfelelő alapozása nem volt neki, és ez a rész teljesen ledőlt. Tehát ez teljesen különment, ezt a falat egy kicsit meghúzta magával, úgyhogy sajnos ezt a falat is majd bontani kell, ezt a fal véget. De a többinek statikailag nincs problémája. Meg fogom mutatni, hogy miért. Ennél a saroknál nagyon jól látszik, hogy mi okozta ezt a problémát. Tehát látható, hogy a falak 5-10 centire el vannak egymástól távolodva, tehát abszolút az építés során semmiféle kötést nem kaptak, pluszban még a rágcsálók is elég komoly károkat okoztak, valamint a kúszó növények, amik ugye a gyökeréknek bemennek a falak alá, és akkor betolják a vizet, tehát elég komoly károkat tudnak okozni. Régen mindig arra figyeltek, hogy a háznak legalább 2-3 méteres körzetében se fa, semmi ne legyen. Ezt a falszakaszt kell csak lebontani, vagy ilyenkor mi kell? Igen, ebben az esetben arra van szükség, ugye mind a két sark el van válva, itt is teljesen jól látszik, hogy a hosszanti fal itt van, és itt is látszik, hogy nem volt bekötve. Itt van egy nagyon komoly repedése már, és illetve többször aláfalazgattak már, tehát állandó javítgat. Ezek a téglasorok mögött szintén rágcsáló járatok vannak, tehát ez a fal már nem stabil. Ezt mindenképpen vályokból, vagy pedig téglából, sárhabarcsal újra kell építeni. Sajnos ezek a repedések komoly statikai problémára utalnak, ez a fal már nem megmentető, nem javítható, viszont nagyon sok olyan repedés van, amik nem okoznak gondot, az építés technikájából adódnak, valamint ugye a házkorából, meg abból, hogy csak egy pár sor alapra épült. Megmutattad a ház elejénél, hogy mik azok, amik már menthetetlenek, viszont vannak olyanok, amik első blikre, én azt mondanám, hogy egy kicsit félnék tőle, de te azt mondtad, hogy ezzel olyan nagy probléma nincsen. Ezzel abszolút semmi probléma nincs. Ez egy tömés faluház, ami gyakorlatilag úgy épült, hogy földnedves agyagot, szalma meg szárazanyag nélkül deszkák közé beraktak. Földnedves kellett ugye, hogy összeragadjon, és ahogy elkészült a ház, egy-két év múlva teljesen megszáradt, és ugye az agyagnak az a tulajdonsága, hogy a vízre dagad, ha szárad, akkor reped. Tehát ezek a repedések, ez szinte minden tömésháznál majdnem
centire pontosan méterenként vannak, ahogy az anyag megszárad, de az az építés után 2-3 éve bekövetkezett. Ezek elő fognak jönni, tehát eltüntetni teljesen nem lehet, de sose okoznak problémát. Tehát ez egy tipikus olyan dolog, ami nem probléma. Az előbb láttunk egy függőleges repedést, és most pedig itt vagyunk egy vízszintes repedésnél, és azt mondod, hogy ettől se kell viszont megijedni. Annak dacára, hogy itt látok még az ablaknál egy kicsit ilyen 45 fokos repedést, ami téglaházaknál már a halált szokta jelenteni sokszor. Igen, ez viszont az okozza, hogy körülbelül ez a ház maga 20-as években épült, ez körülbelül a 70-es években ez egy geréptokos ablak, akkor kapta meg, viszont akkor sem volt még nagyon jellemző, hogy áthidalót tegyenek. Tehát általában egy deszka volt, csak az ablak mellé berakva, és akkor arra falasztak föl. Tehát ezek a tipikus 45 fokos repedések, ez mind az áthidaló hiánya okozza. Aha. Ezt meg tudom mutatni, ott is egy ajtó fölött is ugyanez a helyzet. Tehát itt valószínűleg, hogy nyílászáró csere lesz mindenképpen, tehát ez a nyílászáró már ugye nem arra való, el van vetemedve, el van görbülve, és hogyha nyílászáró csere van, akkor a faltája szélességben legalább egy 20-25 centi ráhagyással, tehát itt legalább egy 20-25 centit ráhagyunk, és teljes szélességben áthidalózunk mindig, és akkor ezek a problémák megszűnnek. És fából csináljátok az áthidalókat? Fából, igen. Igen, megfelelő vastagságú fából, lehet akászfából is, lehet fenyőfából is, attól függ, hogy éppen mi van kéznél, meg mekkora terhet kell neki elvinni. A fa meg a vályog remekül együtt dolgozik. Tehát a tégla, a malter, cement, azok már nem dolgoznak együtt a vályogházzal. Tehát az is nagyon jó példa arra, hogy ha cementes vakolat kerül egy házra, rá kell, tehát nátszövetet vagy rabicálót kell csinálni, hogy valahogy rajta maradjon. Ha a saját anyaga kerül rá, akkor viszont teljesen jó, tehát akkor simán fölragad. Tehát nem kell idegen anyag közé. Itt állunk egy tömött falnál, és még az előző vlog részben, amit közösen csináltunk, ott egyrészt csináltatok még téglát is, ugyebár a téglafalhoz, mármint a vályog téglafalhoz, de hogy három fajta falról beszéltünk ott is. Mi az, amit erről érdemes tudni, mármint magáról a vályogfalról? Igen, háromfajta faltípus volt az elterjedt. Dunántúlon volt a tömésfal, vagy döngölt fal, illetve vert fal, tehát tájegységenként másképp nevezték. Ez nagyon egyszerűen épült a helyben található anyagokból. Itt látszanak a síkok, a deszkák szélessége, tehát deszka saluba rakták, földnedvesen összedöngölték, és utána, amikor megszáradt, mindig följebb húzták. Tehát ezek nagyon jól látszik, még az is, hogy milyen széles deszkáik voltak abban az időben. És ugye ezek a függőleges repedések, ezek azért alakultak ki, mikor megszáradt az agyag, akkor így szinte méterenként elrepett. Tehát ezek, így van, tehát ezek nem problémák, ezek a repedések. És miből áll össze pontosan egy ilyen fal? Milyen anyagokat gyúrtok össze, hogy aztán ez ilyenné váljon? Hát ez nagyon egyszerű viszonylag, mert ha a termőföldre kerül, akkor a termőföld alatt van egy agyagréteg, egy sárga agyagréteg, sárga föld, és akkor az van belrakva. Tehát ez a vályog gyakorlatilag egy talajtípus. Uh-huh. Sokan azt gondolják, tehát sokan a vályog téglára gondolnak, nem az a vályog, tehát az is készült belőle rakott sárfal is, de az egy sárga színű anyag, ami a talajnak egy része. Aha, tehát az a vályog. Azt keverítik össze aztán szalmával? Több fajta stílus. Tehát a rakott sárfalnál szalmával keverik össze, villával fölrakjuk, ásóval egyenesre. A tömés falaknál nem volt jellemző, hogy tettek bele szálas anyagot. Nagyon ritkán a sorok közé tettek szalmát, illetve a sarkokat bekötötték vesszőkkel, ágokkal, és akkor az fogta össze az egészet. De ott nem a rakott sárfalra ellentétben, ott rengeteg szalma van, tehát kb. A keverék egynegyed része szalma, a tömés falban viszonylag kevés. Tehát azért sokkal stabilabb mindig egy rakott sárfalas ház. Tehát ami rakott sárfallal készült, sokkal több átalakítást enged meg magának, tehát sokkal jobban hozzá lehet nyúlni, mint egy tömés falu háznahoz. Az első fura dolog, ami itt szembe tűnik, az, hogy egy viszonylag kicsi házon három darab bejárat van. Azt tudom, hogy háromosztatóak ezek a vályogházak. Van arról is beszéljünk egy kicsit, hogy mi az egyáltalán, hogy háromosztatú, de hogy ezzel lehet valamit kezdeni egyébként? Persze. Hát ez legalább 100 éves ház, és ugye teljesen másképp éltek az emberek. Nem volt szükség fürdőszobára, hiszen nem is volt. Egy szobában laktak családok, tehát ez a ház valószínűleg egy 4-5 nagy átalakításon biztos, hogy átesett. És valamiért ez kialakult. Az a kettő ajtó az biztos, hogy eredeti volt, azt látszik, ez már egy utólagos lett. Tehát valószínűleg abból a helyiségből oda át lehetett menni, és ezt befalaszták, és történt közben ide, nyitottak egy ajtót. Tehát ez azért más. A háromosztatú ház azt jelenti, hogy
megvannak körbe a főfalak, és kettő főválaszfal van, ami nagyon fontos dolog, tehát az nem csak egy főválaszfal, hanem egy főtartófal, ami a két hosszú falat is fogja össze. Tehát azokat, amikor berakták, összedöngölték, akkor oda tettek különböző veszőket, ágakat, fákat, ami ugye fogta, tehát összefogta az egész házat. Azért nagyon fontos, hogy nem lehet neki fogni, úgyhogy csak fogjuk és kivesszük azt a falat, mert nagyon komoly statikai szerepük van. Tehát ott meg kell vizsgálni. Az első dolog mindig, amit megnézek, a technikája. Milyen anyagból épült, milyen technikával. És akkor úgy lehet eldönteni, hogy milyen szinten lehet hozzányúlni a házakhoz. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy nem lehet mindig minden falat kibontani, meg építgetni újakat, hanem azért van egy pár dolog, amit be kell tartani statikailag. Nyilván lehet, tehát itt meg lehet oldani, itt szerintem az lenne az egyszerű, hogy az ajtó, két szélső ajtóból ugye ablakot csinálni, középen megnagyobbítani egy kicsit, egy 2-10-re, és akkor ugye visszajönne az a háromosztatú ház, a középső részbe el lehet helyezni egy fürdőszobát, akár egyik szobába, meg egy kis kamrát le lehet rekeszteni, és akkor már a mai kor igényeinek megfelelő. Ez a háromosztott, hogyha a mai kornak a szoba elnevezéseire akarjuk lefordítani, a kávé középen volt a nappali konyha. Igen. A bal oldali volt a vendégszoba, vagy az nem, az a hálószoba volt, és a jobb oldalra lévő szoba volt a vendégszoba. Hát vagy ott ez nem volt általános? Tiszta szobát tart, tehát tiszta szoba volt inkább, az mindig az utca felé volt a tiszta szoba, azt nem is használták, csak azt használták a vendégszobának. Általában akkor a család két generáció, vagy néha három is egy szobában lakott. És a középső rész, így van, az volt a konyha rész, meg a nappali rész. Meg ugye voltak nyári konyhák, tehát teljes más életet éltek az emberek, azért volt ez megfelelő. A mai kor igényei szerint már ezt elég nehéz átalakítani. Tehát matekozni kell egy kicsit rajta, hogy minden beleférjem. De ugye akkor az volt. Akkor menjünk be és nézzük meg, hogy mi az, amire oda kell figyelni, hogyha valaki egy hasonló vályokházban gondolkozik. Menjünk. Itt érződik, hogy valami heba van. Erről mit lehet tudni, mire kell itt odafigyelni, hogyha egy ilyet látunk? Hát ez egy tipikus vizesedési jel. Lehet látni, hogy itt teljesen egészséges a fal. Általában az alsó egy méteren szokott probléma lenni. Ez abból adódik, hogy mivel hogy csak pársor tégrára épült a ház, ami abban az időben szokványos dolog volt, vízszigetelés nem történt, így amit fölvesz talajpárát, a cementes vakolat belezárja. Aha. Tehát ez cementes vakolat. Amit téglára kéne inkább. Azt téglára szokták, így van, csak ugye már 70-es évektől vályokházakra is alkalmazták, nem nagy sikerrel, és ugye a ház próbálja meg magáról ledobni, tehát próbálja a párát, tehát ez körülbelül ilyen állapotban ez. Tehát ez. Adja meg magát. Aha, így van. És ezt, hogyha leszedjük róla, akkor ez vályogvakolatot fog kapni. Lejön róla a áldozás is, és akkor vályogvakolat meszelés is teljesen jó lesz. Tehát lehet látni a különbséget, hogy itt milyen az alsó részem, meg hogy itt milyen. Tehát itt a szög sem megy bele. Igen. Ezt tudja csinálni a víz. János az előbb kopogtatott, úgyhogy gondoltam, hogy átveszem tőle a kopogtatási lehetőséget, mert hogy ez itt kopog, és hogy miért? Ez azért van, mert nem volt megfelelő átjadalás, tehát azért vannak a repedések is ugyanúgy, mert csak egy deszkát tettek, tehát egy ekkora nyíláson legalább 10 centi vastag átjadalomnak kell lenni, ellenben csak egy 2 centis deszka körülbelül, és azért hajlott meg az egész. És ez mennyire általános? Hogy ez nagyon. Megint csak látunk egy vízesedést, amit mondtál, hogy ez viszont merőben más, vagy nem merőben, de hogy ez egy sokkal komplexebb vízesedés, mint amit kint láttunk, mert hogy itt több dolog miatt is pereg a vakolat. Igen, mert kint legalább a padló tudott szellőzni, itt viszont betonozás van, rajta linoleum, ami teljesen lezárja, és egy vékony cementes vakolat réteg volt az eredeti vályogon, és ez azért dobta le magáról. Innentől már jó a helyzet, mert innentől a cement lekerült, róla megint ki tudott szellőzni. De meg fogom majd mutatni, hogy a linoleum alatt hogy néz ki a beton. Érdemes megnézni. Nézzük meg. Látod? Aha. Tehát itt van fenészedve, van dolsodva. És ez a linoleum, hogyha kikerül belőle, ez két napon belül teljesen száraz. Ezért lehet érezni ezt a dohosszagot is rögtön, hogyha fölhajtod. Tehát ilyeneken múlik. Itt rengeteg apró kicsi kis pöttyöt látok ezen a gerendán. Ez mi? Ez a födém még az eredeti födéme, de viszont ez a szú. Ami rágja a fát, aha. És ez elég komoly problémát tud okozni. Ez még nem egy annyira veszélyes szúfertőzöttség, ezt még meg lehet úgy oldani, hogy egy párszor denaturálszesztel be lehet kenni, és akkor kipusztulnak. Itt még csak az egy gerendát támadták meg, tehát ez még viszonylag könnyen orvosolható.
Ezt egy két hét alatt, ha minden nap kenni, az ember ezt teljesen kipusztul. Ezt akartam megkérdezni, hogy ez mennyire terjed át, vagy mennyire lehet. Ez át tud terjedni, tehát ez az összes fát meg tud enni, ha nem figyelnek oda, így van. Tehát amikor egy fán ilyen nagyon finom, apró fűrészpor van, az biztos, hogy szó mindig. Az fönt is látszik, általában alul is, a padlón is látszik, hogy lepogyok, tehát arra mindig érdemes. Hogyha minden gerenda ilyen lenne, akkor ezt a házat már nem lenne érdemes megvenni. Tehát akkor már az egész födémet cserélni kellene. Így ahogy beléptünk, nekem olyan érzésem volt, mintha Budakeszi vadasparkban lennénk, mert hogy itt mindenféle állat megtalálható ebben a szobában. Ebből mi lesz, meg itt mit lehet erről tudni? Hát ez régen egy konyha volt, az két különálló kamra volt, ez egy utólagos fal, ez ki lesz bontva, ebből szobát fogunk kialakítani, ott lesz egy nyílás, ott tudunk átmenni a szobába. Viszont nagyon jól látható lesz, hogy mi okozta a hátsó résznek az összedőlését, tehát a rágcsálók, patkányok, egy borzvár volt a ház alatt. Látod, ott van a borznak a... Aha, itt járkált be. Ott volt a patkányuk. Fölötte egy patkányuk. Illetve ahogy néztük, hogy ott a sarokban is ott lehet látni. Ott is egy patkányok. És ugye ezek be tudnak fúrni a ház alá, és ezért gyengítik meg a falat. Tehát ott a borzok. És hogyha meg lejjebb megyünk, akkor ott meg a jó öreg borz lehet. Az lakott itt, tehát ott egy borz, az egyik kamrához gyakorlatilag egy borzvár van. De hogy te ettől nem ijedsz meg? Nem, hát ezek elmennek. Nem, hát vannak jó módszerek a rágcsálók kiirtására is. Tehát azt meg tudjuk oldani. Na látod, amit az elején mondtam, hogy meg van dőlve az a fal, és szükséges kicserélni, innen belülről teljesen jól látszik, hogy mi az oka neki. Vagyis az okát azt tudjuk, de hogy már mennyire előre haladott. Tehát itt ilyen 4-5 centikre el vannak válva, ott meg az is meglátszik, hogy már teljesen kiborult. És ugye ezek a falak, ha kimennek a függőből, akkor a saját súlyánál fogva ezek már viszonylag gyorsan kidőlnek. Tehát ezt, ha én nem bontanám le, ez egy-két éven belül magától is kidőlne. Köszi János, hogy megmutattad az előző háznál azokat a dolgokat, amikre nagyrészt figyelni kell. Viszont mondtad, hogy van pár dolog, amit ott nem tudsz megmutatni, ezért jöjjünk ide ehhez a házhoz, és hogy itt nézzünk meg pár dolgot. Akkor menjünk be. Menjünk. Itt mondtad, hogy ebben a szobában szeretnél valamit megmutatni, mégpedig ezen a falon. És mi is az? Igen, ez egy nagyon tipikus példa, ami úgy tűnik, mint hogyha nagyon jól meg lenne oldva, egyenes a fal, úgy tűnik, hogy sima is, viszont ilyen hangja van neki, az azt jelenti, hogy gipszkarton van rajta, és alul már látható jelei vannak annak, látod? Én látom, itt vízesedik. Hogy itt mi történik. Aha. Ott már teljesen leomlott. De itt már kezdődött egy elég intenzív, igen, és akkor ráadásul ugye műanyagfestékkel van. Ami plusz, megint csak nem engedi, az még megint, igen, és akkor itt ez nekünk még tetőzi ez a dolog, hogy itt van egy gumis padlószőnyeg, alatta még egy hungarocell. Hogy gyakorlatilag ez ilyen dunszban ez dunszban, így van. Tehát amikor már a falnak ilyen hangja van, ott biztos, hogy probléma van. A mértékét ugye csak a helyszínen lehet megállapítani, itt elég erő. Ez legalább egy 5 éves kartonozás, tehát itt már azért látszik. És ez általában olyan megoldásként szokták használni, hogy ez úgy gondolják, hogy működik, vagy inkább azért szokták használni, hogy elrejtsenek valamit? Legtöbbször nem rossz indulatból, hanem egyszerűbbnek tűnik. Ugye a mesterek rábeszélik a megrendelőket, hogy ez jaj, pillanatok alatt megcsináljuk, egy hét alatt kész van, eltűnik a probléma, egyenes lesz a fal, és ugye nem gondolnak bele, hogy mit okoznak ezzel. Még megmutatom, hogy a fürdőszobánál is mi a probléma, tehát az is egy tipikus rossz példa. Oda még menjünk át, jó? Oké. Itt vagyunk a fürdőszobában, hát itt aztán a mindenféle szint lehet látni, a fekete és a kéknek különböző árnyalatát. Nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera. Itt mit látunk egyébként? Gondolom vízesedés ez is. Hát ez tipikusan fekete penész. Ez a fekete penész, ami annak köszönhető, ugye, hogy megint a fölvízesedett fal, a cementes vakolat, műanyag festék. Ugye a fürdőszobában amúgy is magasabb páratartalom van, tehát itt semmilyen technika nem vályokházra való. Ha itt megnézzük ezt a részét, akkor nagyon jól látszik az eredeti fal. Aha. Tehát ugye ez volt az eredeti fala, ide még nem került burkolat, és meg lehet nézni, hogy teljesen porszáraz a fal. Tehát ugye maga a vályokház ki tud szellőzni itt. És ez egy nagyon jó... Nagyon jó példa arra, hogy sose a vályokházzal van baj, hanem mindig a nem rávaló anyagok használatával.
És gondolom itt, hogyha a vakolatot bárhol megbontanám, akkor viszont már nem ezt a szintű szárazságot találnám, hanem ugyanezt, hogy nem tud levegőzni emiatt. Sokkal bizonyosabb lenne, de egy-két hét vagy hónap alatt teljesen ugyanígy ki tudna száradni, tehát vissza tud száradni. Uh-huh. Tehát itt is nagyon jól látszik, ez volt az eredeti meszelése, tehát ez volt a fal, rajta egy vályogvakolat meszelés. Utána rátették a stukatúrnádat és bevakolták cementessel. Tehát itt a cementes vakolat alatt ugyanolyan vizes a fal, mint a többi részen. Itt ez megint szintén egy cementes vakolat, azzal volt javítva már, de itt alul látszik az elszíneződés, az is azért van, mert ott már jön föl a víz. Tehát ez alatt, hogyha levernénk ezt a vakolatot, nem pollan úgy a fal, mint itt, hanem ez megint egy szinte egy gyúrható sármassza lenne. Hát nagyon szépen köszönjük, János, hogy megmutattad nekünk mind a két házat, és minden olyan apróságot, amit tudni kell, hogy érdemes odafigyelni, hogyha valaki egy vályogházat venne, vagy felújítana. Viszont, hogyha valaki szakemberre bízne ezeket a dolgokat, akkor Jánosnak a linkjeit azt a videó alatt meg fogjátok találni a show notes-ba. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elhívtál, és lehet, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva még visszajövünk a táborba, mert hogy táboroztatsz is, vályogtáborokat csinálsz, úgyhogy köszönjük még egyszer a meghívást. Hallom benneteket. Köszi, szia!